400 fő érdeklődőt vártak csütörtökön kora este a Kossuth térre egy Facebookon meghirdetett esemény kapcsán. A Kata tüntetésként emlegetett rendezvényen 5-en szólaltak fel, hogy elmondják gondolataikat a közélet és a közhangulat jelenlegi állásáról. A tüntetés főszervezője kérdésünkre elmondta, hogy szerinte valójában nem az ő, hanem a kormány általuk elhibázottnak vélt döntései okán gyűltek össze. Nagyjából egészéből természetesen a Kata törvény, ami 100 000-eket lehetetlenít most el gyakorlatilag egyik hétről a másikra. Nyilván a rezsi ugyan érint mindenkit, szinte minden családot, óriási probléma az infláció. 7 pontban fogalmazták meg azokat a követeléseket, amiket legégető problémáknak tartanak. Ezek között szerepelt a Kata törvény módosításának visszavonása, az érintettekkel történő érdemi tárgyalások, uniós források megnyitása, valamint Parag László eltávolítása a kamara éléről. Beszédek elhangzása után a hallgatóság közé érkező ételfutárok egy csoportja megafonnal hívta fel a tüntetők figyelmét arra, hogy ők, ahogy fogalmaztak, átsétálnak a haltérre, és kérték, hogy minél többen kövessék őket. A közel 1000 fősre nőtt tömeg a Rákóczi úton a belvárosi bevásárlóközpontot megkerülve a Nagy Lajos Király úton lévő nagy kereszteződésben gyűlt össze, elzárva azt a forgalom elől. A résztvevőket itt kérdeztük, hogy melyik intézkedés okán csatlakoztak a tüntetéshez. Tehát a rezsiket nem fogják tudni kifizetni az emberek, most akkor elveszik a házát, vagy mit csinálnak, főleg a nyugdíjasokkal például. Tehát azért, amikor egy kis nyugdíjas 130-140 000 forintból él, akkor nem hiszem, hogy a 60-80 000-es mondjuk gázszámláját ki tudja fizetni. Önt mennyiben érinti az összes intézkedés? A rezsicsökkentésben, meg mindenben. Hogy érzi, hogy mennyivel lesz több a számlája? Hát háromszorosan. És ezt nem fogja tudni kifizetni? Hát nem valószínű. A vonuló tömeg a Bajcsy-Zsilinszky utcán vonult a Széchenyi tér felé, ahol az ott zajló egyetemi rendezvényt kikerülve a Ferencesek utcáján végül a kórház térig haladt, ahol gyakorlatilag a tüntetés véget ért.